Az MLS megyei igazgatósága már évek óta egy januári teremtornával igyekszik lehetőséget biztosítani az alacsonyabb osztályú csapatoknak arra, hogy jó körülmények között játszhassanak tétremenő meccseket. A hatodik Nyírerdő kupa iránt is nagy volt az érdeklődés, a szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát. Vasárnap így a megye 6 sportcsarnokában 30 együttes lép majd pályára. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sok csapat érdeklődött a teremtorna iránt, hiszen már várják a csapatok. A legtöbb esetben a megyei második, vagy harmadik osztályú együttesek egy része azért ezt már betervezi a felkészülésébe, sőt, ezek az alacsonyabb osztályú csapatoknál sokszor ezzel a tornával kezdődik a felkészülés érdemi része. Úgyhogy a 30 főre írtuk most ki, 30 csapatra írtuk ki ebben a szezonban a Nyírerdő kupát, és ez a 30-os lista, ez két nappal a nevezési határidő előtt be is telt, tehát voltak olyan együttesek, akik így lemaradtak, viszont 30 együttesnél többet nem szerettünk volna fogadni, hiszen az elmúlt évek tapasztalata alapján azt láttuk, hogy a csapatoknak olyan igényeik támadtak, illetve maga a lebonyolítással kapcsolatosan 30 csapattal sokkal jobban meg tudjuk ezt az egész tornát szervezni, 6 helyszínen, és ahogyha 5 fős csoportokat hozunk létre, ahogy ez 2019-ben lesz, akkor emberi időbe tudnak kezdeni, tehát 9 órakor még időben fejezik be, és a 10 mérkőzés mindegyikének valóban tétje lehet. Az igazgatóság a felnőttek mellett az utánpótlás csapatoknak is igyekszik segíteni a felkészülésben. 5+1-es teremtornát írtunk ki a Nyírerdő mintájára az U19-es csapatoknak. Tavaly már első alkalommal ezt kiírtuk, akkor 8 együttes jelentkezett. Idén bízunk benne, hogy többen fognak élni ezzel a lehetőséggel. Ugyanolyan szabályok szerint szeretnénk őket játszatni, szintén szeretnénk a megyei, illetve az MB3-as utánpótlás bajnokságban szereplő megyei csapataink részére a felkészülést ezzel biztosítani. Tudjuk jól, hogy az ifjúsági csapatok is most kezdik el a felkészülést, ez egy jó ráhangolódás lehet. Jövő hét hétfőig lehet még jelentkezni, várjuk a csapatok jelentkezését, és bízunk benne, hogy minél többen fognak majd részt venni ezen a második alkalommal kiírt teremtornán. Visszatérve a Nyírerdő kupához, Gyulaházáról, Levelekről, Csengerből, Újfehértóról, Nyírvátorból és Demecserből a két-két legjobb csapat mellett a 4 legjobb harmadik is bejut a középdöntőbe. A második kör követően 8 együttes lesz majd ott január 27-én a nyíregyházi Filófoci csarnokban, hogy eldöntse, kié lesz 2019-ben a Nyírerdő kupa.